A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Ezekben a percekben is tart Pécsváros önkormányzatának közgyűlése. Dr. Toller László polgármester napirendelőt bejelentette, hogy sikerült megegyezni az illetékes miniszterrel a kökényi hulladéklerakó ügyében. A befejezéshez szükséges 229 millió forintot a minisztérium biztosítja, amennyiben az önkormányzat bankgaranciát szerez a 2002-ig történő visszafizetésre. Az erről szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a testület. A napirend előtti felszólalásokban az új buszok vásárlásáról, a város főutcájába történő szabálytalan behajtásokról, az iskola átszervezésekről és várostakarítási akciókról hangzottak el vélemények. Újból többen felvetették a közgyűlés vitáinak politikai színezetét, a vitakultúra hiányosságait és a Nádor ügyben tartott rendkívüli közgyűlés tapasztalatait. A napirend tárgyalása 11 óra után kezdődött meg. A közgyűlés szünetében a képviselők sajtótájékoztatót tartanak aktuális kérdésekről. Az ülés fejleményeiről természetesen későbbi híradásainkban még beszámolunk. A Szivárvány gyermekházban 32 iskola, 80 tanulója vett részt a ma harmadízben megrendezett módszertani rajzversenyen. Viktor Vazereli munkáira épült annak a rajzversenynek az elődöntője, melyet ma tartottak Pécsett a Szivárvány gyermekházban. A döntő során már kötött témák határozták meg a gyerekek munkáját. Így a 7. osztályosok a fa témájában dolgoztak, míg a 8-osok a csiga és a kagyló forma elemzését kapták feladatul. Nagyon sok rajzpályázatot hirdetnek különböző intézmények, iskolák. Ez egy dolog, elküldik a gyerekek a rajzokat, és sajnos vagy nyernek rajta, vagy nem, nincs mindenképpen visszajelzés. Ez egy olyan kezdeményezés, hogy itt helyben rajzolnak a gyerekek. 3 évvel ezelőtt alakítottuk ki ezt, Vazarellihez, Pécs egyik művészéhez igazodtunk. Itt most 32 iskolának közel 80 tanulója fog versenyezni. A jövőben egy más gondolat szellemében szeretnék folytatni a versenysorozatot, mivel a gyermekek érdeklődése továbbra is nagyon nagy, ami nem is csoda, hiszen értékes nyeremények várnak a legjobbakra. Hogy a zsűri teljesen pártatlan legyen, ezért a gyerekek számmal versenyeznek, tehát egy borítékban van a nevük, iskolájuk, felkészítő tanáruk neve, és azt a számot írják a rajzra, ami a borítékon szerepel, tehát teljes mértékben nagyon szeretnénk, hogyha a verseny tiszta maradjon. Győztes jutalma, csodálatos. Csodálatos szép rajzfelszerelés, egy pólóval és egyéb ilyen ajándékokkal is tudjuk majd a gyerekeket jutalmazni. A belvárosi kereskedők egy részének meggyűlt a baja az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal. Az ugyanis többek között a napernyők és a táblák leszedésére kötelezte őket. Az intézkedés nagy felháborodást keltett az érintett boltosok körében. Leginkább azt kifogásolták, nem értik, mi alapján dől el az, hogy melyik tábla vagy napernyő kerüljön leszerelésre. Hisz ha valaki eljön ide az utcába, ahogy most is látjátok, teljes erővel ide süt a nap, hogyha nincs napernyő, akkor a tárgyak kifakulnak, tönkre mennek. Nagyon furcsa ez a részünkről, hiszen egy város, amelyik magát mediterrán városnak vallja, megy napernyők nélkül, ez egyszerűen abszurdum, hogyha bemegy valaki a levéltárba, és megnézi a régi század elejé belvárosi képeket, akkor az akkori kor technikai színvonalán azt fogja látni, hogy végig tele vannak a házak napernyővel. Sokkal többen kaptak felszólítást, mint ahányan le is szerelték a táblákat és az ernyőket. Voltak, akik ügyesen álló ernyőt szereltek a fali helyére. Van, aki úgy gondolja, talán a fellebbezésének helyt adnak, mások pedig egyszerűen addig húzzák az időt, amíg lehet. Aki viszont eleget tett a kérésnek, úgy érzi, üzletileg kár érte. Azóta teljesen csupasz a falunk, és az ügyfelek nem igazán találnak így ránk. Sokat jelentett az a felirat, mert abból az egy betűből mindenki tudta, hogy hol kell bennünket keresni. Természetesen érdeklődtünk az illetékes hatóságnál is. Levárdi Henriette vezető felügyelő elmondta, hogy Pécs egy olyan történelmi múlttal és műemlékekkel rendelkező város, amely nem engedheti meg magának a műanyag világító cigaretta és egyéb cégreklámokat, mert azok nagyban rontják a városképet. Az intézkedést pedig a várossal közös bejárás útján foganatosították. Az érintett kereskedők természetesen nem hagyják ennyiben, mert a nap süt, és a jóboltnak is kell a cégér. Mivel az Országos Műemlékvédelmi Hivatal munkatársait személyesen nem tudtuk elérni, ezért a témára hamarosan visszatérünk. A polgármesterek klubjának vendége volt tegnap dr. Balsai István politikai államtitkár. A Baranya megyei kulturális és idegenforgalmi központ pedig műsort rendezett támogatói részére, erről szól következő két képes hírünk.
A polgármesterek klubjának célja, hogy az érdekelt vezetők kötetlen formában vitathassák meg a munkájuk során felmerülő aktuális kérdéseket. Mai összejövetelükön a területfejlesztésről, az EU csatlakozásról és a regionalizmusról tartott előadást a jelenlevőknek dr. Balsai István államtitkár. A Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ hagyományos rendezvényén népdalénekesek, táncosok léptek fel. Meghívottak voltak azon vállalatok, cégek vezetői és képviselői, akik anyagi vagy tárgyi segítséggel hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításához. A Barcsi határátkelő fennállásának 30 éves jubileumán adták át azokat a modern útlevélvizsgáló készülékeket, amelyek mind a határőrök, mind pedig az átkelők számára megkönnyítik a határforgalmat. A pécsi határőrigazgatóság ellenőrzése alá tartozó határszakasz Barcsi átkelőjén az új készülékek által sokkal gyorsabb az átjutás, mint korábban. Ami korábban kézzel kellett bevinni az adatokat, így most a gép ezt önmagától elvégzi. Tehát körülbelül egy személynek az átléptetése fele annyi időbe kerül, mint korábban. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a készülék ez nem alkalmas még a gépkocsiknak a regisztrálására, azt külön kézzel kell bevinni. Tehát egy kis lépés előre, de mégis előre haladtunk a gyorsítás terén. A nemrég üzembe helyezett készülék alkalmas a vonalkóddal ellátott új magyar útlevelek vizsgálatára és a benne lévő adatok számítógépes ellenőrzésére is. Természetesen más megfelelő kóddal ellátott okmányokat, így például a déli határszakaszon leggyakoribb horvát útleveleket is ellenőrizni tudják vele. Barcson egyébként a három készülékből egyet a helyi önkormányzat, kettőt pedig a határőrség vásárolt meg. Abból az okból történt ez, hogy a bevásárló turizmus az időszakonként és nagy tömegben jelentkezik. Tehát abban a néhány órában, amikor bekívánnak jönni az országba, vagy ki szeretnének menni az országból, egyszerre, ha sokan jelennek meg, nehéz gyorsan lerendezni és lekezelni az útlevelüket. A készülékek ára jelenleg 1 millió forint körül mozog, és értesüléseink szerint más átkelőkön egyelőre nem tervezik újabbak üzembe helyezését. A város szellemi életének jeles képviselői, művészek, oktatók, közgazdászok, építészek találkoztak tegnap a város vezetőinek meghívására, hogy közösen gondolkodjanak Pécs szellemi tőkéjének mind jobb kiaknázásán. A Csontvári Múzeumban megrendezett beszélgetésen sajnos nem volt, nem lehetett teljes a létszám, de a város vezetése minden a városért tenni akaró értelmiségit vár a rendszeresnek ígérkező találkozókra. Úgy érezzük a város közéletének, művészeti életének, szellemiségének, az egyetemeken tanítók, a művészeti élet jeles képviselői, az oktatás jeles képviselői szerves részei. Rányomták már bélyegüket a városra, bizonyítottak, szeretnénk együttműködni velük, és eligazítást is kérünk, hogy esetleg mit teszünk jó vagy rosszul. Ezt a folyamatos kontrollt és önkontrollt, ezt szeretném biztosítani hosszú távon a várospolitikában, és itt mindenki fontos. Nem érdekes, hogy milyen párthoz tartozik, nem érdekes, hogy milyen szellemi értékeket hordoz, de az biztos, hogy közéleti személyiség és magas szellemi értékeket hordoz. Néhány expozé elhangzása után a kötetlen beszélgetésben találták meg a résztvevők a rendezvény igazi hangját. Általában beszélgettünk, ez talán szokatlan. Én elmondanám azt röviden, hogy mi mit gondolunk a városból, mi látszik, mi látható, mi láttatható, és mit szeretnének ők látni. Nagyon fontos számomra. Végül következzék néhány rövid hír. 14 órakor a Magyar Tudományos Akadémia székházában kezdődik az a konferencia, melynek elnevezése a Régiók Európája. A rendezvényt a Világ Világossága Alapítvány szervezte a Megyei Pedagógiai Intézet közreműködésével. Rangos orvostudományi találkozónak ad ma otthont városunk. A Palatinus szállóban rendezik meg a Nemzetközi Mellkas Sebészeti Kongresszust. A tavasz nem csak a szerelem, de a szálló pollen évszaka is. Talán sokaknak segíthet, hogy ma 15 órakor a szénanátráról tartanak előadást az Asztma Klubban. Ezekről az eseményekről természetesen későbbi híradásainkban részletesen is beszámolunk majd. Önök a város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk!
Időjárásunkat továbbra is a nyugatról kelet felé tartó, gyorsan mozgó frontrendszerek alakítják, ezért ma változóan felhős lesz az idő, időnként gyenge esővel, záporesővel. A délutáni órákban egy-egy zivatar is előfordulhat. A nyugati szél mérsékelt marad, csak zivatarok idején erősödik meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.